Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere. Köszöntöm stúdiónkban! Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a tiszafüredi és a karcagi tévénézőket. Polgármester úr, miért jó tiszafüredinek lenni? Szerintem Tiszafüred az ország egyik legszebb helyén található, a Tiszató mellett és a Tisza partján. Tehát ilyen szempontból egy kicsit elfogultan tudok nyilatkozni a településünkről. Több szempontból is úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés tiszafüredinek lenni. Az egyik legszebb helyén élünk az országnak, és ha otthon szeretnénk a négy fal közül kilépni, akkor csodálatos természeti környezetben tehetünk egy jó kis egészségügyi sétát a vízparton, nagyon szép zöld környezetben, de ha valaki nem csak sétálni akar, hanem kerékpározni, akkor szintén ezt egy festői környezetben teheti meg, de akár ha a kerékpározás vagy a gyaloglás éppen nem tetszik neki, akkor pedig csónakászhat. Szóval én úgy gondolom, hogy elég szépen el vagyunk kényeztetve a természet és a jóisten által is. És ezen kívül én úgy látom, hogy a városunk lakossága egy nagyon jó közösséget alkot. Jó tiszafüredinek lenni, mert amikor a bajban segíteni kell, akkor egy emberként fogunk össze, nem csak saját településünkön, például a Covid-járvány idején, amikor nagyon sok önkéntes jelentkezett arra a közösségi szolgálatra, amikor felhívást intéztünk, hogy például a maszkokat segítsenek kihordani a lakosoknak, de akár az állatvédelem kapcsán is én azt gondolom, hogy Tiszafüred egy állatbarát település, és ha a saját magunkon történő segítés mellett másokon kell segíteni, akkor is jeleskedünk, hiszen amikor a törökországi földrengés károsultjain kellett segíteni, akkor is a felhívásunkra nagyon sokan jelentkeztek, több tonna adományt jutottunk el a katasztrófa sújtotta területre, de amióta az orosz-ukrán háború kitölt, azóta Kárpátaljára is a magyar testvéreinknek több alkalommal jutottunk el támogatást. Tehát én azt gondolom, hogy a tiszafürediek egy segítőkész és dolgos emberek, akik szeretik a településüket, lokálpatrióták, büszkék a magyarságukra, mi sem bizonyítja jobban, mint a március 14-én megemlékezés, amikor egyházak, iskolák és nagyon sok ember ott volt, részt vett a műsorban, büszke volt arra, hogy Tiszafürednek milyen gazdag történelmi múltja van a 1848-as, 49-es történésekre, hogy ott járt Kossuth Lajos. Tehát tényleg akár azt is mondhatjuk, hogy a város egészét áthatja a történelem. Nagyon büszke voltam arra, amikor tavaly a trianoni megemlékezés kapcsán az iskolások több százan formázták meg a trianoni határokat és a történelmi Nagy Magyarország térképét. A rendezvényeinken rendre sokan összejövünk, tehát én azt látom, hogy a tiszafürediek szeretnek időnként összejönni, együtt lenni, jól érezni magunkat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy egy jó összetartó közösség van, és hát háláson is fogadják az emberek azt, hogy Tiszafüred fejlődésén dolgozunk. Mit lehet tudni a lakosságról a korosztály tekintetében? Inkább a fiatalok, vagy az idősebbek vannak többségben? Én azt gondolom, hogy Tiszafüredre is jellemző az, ami az országos átlagban megjelenik, hogy az idősek száma nő, de én még úgy látom, hogy nálunk ez az arány még mindig a fiatalok javára billem, tehát a 65 év alattiak számában ez így mutatkozik meg. Most legutóbb döntött a képviselőtestület arról, hogy a 65 év felettiek számára bevezet egy új támogatási formát, évente egyszer 5000 forintot fogunk tudni adni azoknak, akiknek a bizonyos jövedelem határig megfelel a feltétele, illetve valamilyen szociális ellátást vett már igénybe az önkormányzattól. És itt a számokat, ahogy láttam, ön 3000 fő az a 65 év feletti lakos, aki ebbe a korosztályba tartozik, és azért Tiszafüred körülbelül 11000 fős lakosságszámú település, azért láthatjuk, hogy a 65 év felettiek és az alattiak aránya azért számaiban is jónak mondható. Hogyan látja, mekkora a település lakosság megtartó ereje? Hát ezzel kapcsolatban mindent megpróbálunk, hogy a fiatalok ne menjenek el, hanem itt maradjanak.
mi is küzdünk ezzel, mint általában a kelet-magyarországi települések, hogy azért erős az elvándorlás, akár Budapest, a nagyobb városok irányába. A Tiszafüreden is középiskolai szintig tudnak a fiatalok tanulni, majd utána jellemzően egyetemre Debrecenbe mennek, Budapestre, de azt hiszem talán a sorban Miskolc és Eger következik, illetve a többi nagyobb egyetemváros. Mi a gimnázium után is igyekszünk fogni a kezüket, hiszen bevezettük évek óta azt az önkormányzati ösztöndíjat, ami a felsőoktatásban tanuló tiszafüredi fiatalokat támogatja. Most legutóbbi ülésünkön is döntöttünk arról, hogy 9 fiatal vette igénybe, és mindenki támogatható volt, tehát az ő tanulmányaikat támogatjuk. Igyekszünk azt mutatni feléjük, hogy a középiskola után sem mondunk le róluk, figyelünk rájuk, és természetesen visszavárunk mindenkit, aki szeretne visszajönni Tiszafüredre dolgozni. Helyben a családokat is segítjük, a kormányzati családtámogatási formák mellett nekünk is megvannak a saját eszközeink. Mi is elismerjük a gyermekvállalást Tiszafüreden babacsomaggal, illetve minden újszülött után ültetünk egy fát, tehát jelképesen a lakosság a Tiszafüredhez való kötődését már gyermekkorban is igyekszünk ezzel erősíteni, illetve a családoknak a Tiszafüredhez való kötődését. Itt a munkahelyek számában is nyilván az is egy olyan terület, ahol ha erősítünk, akkor a város népesség megtartó erejét tudjuk növelni. Itt még azért van mit tennünk, tehát azért az új munkahelyek száma az nem nőtt olyan ütemben sajnos az elmúlt években, ahogy szerettük volna, de ha megnézzük az elmúlt 5 évet, mondjuk a 2019 óta kezdődő ciklust, azért láthatjuk, hogy talán egy évünk volt, ami könnyűnek mondható, utána minden évünk nehezebb volt, a járvány, majd utána a gazdasági nehézségek, a háborús infláció okozta helyzet, az áremelkedések, az energiaárak, tehát az önkormányzat is igyekezett a működőképességét megőrizni, de emellett folytattuk a beruházások megvalósítását, tehát a városunk fejlődése ez alatt nem állt meg. Most talán a munkahelyek számában egy jelentősebb előrelépés történhet, egy 5 éve húzódó beruházás végére tehetünk pontot. Egy élelmiszerfeldolgozó üzem fejeződik be hamarosan, több milliárd forintos beruházás ez a Madách-úti ipartelepünkön, ott a Tesco mögött. Ez egy ilyen 100-120 fős új munkahelyteremtést jelent a mi életünkben, azért a mi térségi szinten is azt gondolom, hogy jelentősnek mondható, de ott van nálunk a Julius K. 9 Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú kutyafelszereléseket gyártó cégem. Mondjuk ez inkább könnyűipari cég. Ami nálunk még mindig hiányzik, az egy olyan nehézipari vagy komolyabb ipari beruházás, amely akár autóalkatrészeket gyártó cégnek, vagy akár egyéb ilyen ipari szereplőnek a beszállítója lehet. Most vannak már halvány reménysugarak, hiszen a BMW gyár Debrecenbe települése és Debrecen Tiszafüred felüli oldalára települése olyan beszállítókat vonzhat a térségbe, ide a Tiszató Karcak térségébe, amelyek esetleg Debrecenben nem találnak helyet, vagy nem férnek el, és akkor ez talán újabb munkahelyeket eredményezhet. Mi úgy készülünk erre, hogy újabb zöldmezős területeket szeretnénk bevonni ipari park kialakítás, iparterület kialakításába, fejlesztésébe, hogyha az érdeklődő szándéka komoly, akkor már meglegyen a helye, legyen hová betelepülnie. Tehát röviden összefoglalva, a város népesség megtartó erején még van mit dolgozni, sokat tettünk érte az elmúlt években, a fiatalok támogatása, helyben tartása, az új munkahelyek létrehozása, tehát új minőségi és jól fizető munkahelyek létrehozása, valamint olyan szolgáltatások létrehozása, ami azért szintén, amire azt mondja egy fiatal, hogy hát azért olyan közösségi terek, olyan programok vannak itt, olyan szolgáltatások, ami azért szintén azt eredményezi, hogy Tiszafüreden jó él, és nem kell elköltöznöm nagyobb városba. Azért vannak beköltöző családok, egyre többen költöznek be, azt is látjuk, tehát cserélődik is egy kicsit a népesség. Én magam is találkozom sokszor újonnan beköltözőkkel, és azok azért örömmel látják azt, hogy szépen felújított óvodáink vannak, bölcsőde, iskola, rengeteg sportpálya megújult. Tiszafüreden nagyon sok kikapcsolódási lehetőség van a gyermekek számára, tehát ha valaki beköltözik, vagy helyben akar maradni, akkor azért megnézi, hogy a gyermekét nem csak milyen iskolába, óvodába tudja íratni, hanem milyen iskolán kívüli foglalkozás van. És azért nálunk rengeteg sportfoglalkozás van, sportegyesület, ahol tud sportolni, kajakozni, küzdősportok vannak, foci, pingpong, kézilabda, kosárlabda, ezen kívül ott van a rengeteg modern tánc, a mozsoretnek mindenféle formája, változata, a néptánc, a zeneiskola, szóval nagyon széles a tárház. Sokszor van is olyan eset, hogy egy gyermek nem tudja, hogy mibe fogjon, tehát egyszer ezt csinálja, utána átmegy egy másikba, de ez nem baj, én azt gondolom, ha a bőségzavara van, az sosem baj.
Mellette az egészségügyi ellátásunk színvonala is fontos, hogy milyen, azért fontos, hogy milyen alapellátásokat tud helyben valaki igénybe venni. Például büszke vagyok arra, hogy sikerült a kardiológia alap szakrendelésten indítani tavaly évben. Nagyon jó orvosaink vannak, és ezzel például akár a Karcagi Kórházról, vagy a Szolnoki Kórházról is tudtunk egy kis terhet levenni. A tiszafriadieknek nem kell azért beutaznia most Karcagra vagy Szolnokra, hogy alapvető kardiológiai vizsgálatokat el tudjanak rajtuk végezni, és még dolgozunk azon természetesen, hogy lehetőség szerint ugyanilyen fajsúlyú szakrendelések létrehozásával előrébb tudjunk lépni. Mi jellemző a település látogatottságára? Illetve melyek a legkedveltebb célpontok a turistáknál? A látogatottságra panaszunk azért nincsen, főleg a nyári időszakban, de itt is lenne tennivaló. A legnagyobb problémája a városunknak, de szerintem a Tiszatónak is a szezonalitás. És ezen próbálunk mindenképpen változtatni. Tehát a nyári időszakban, kora tavasszal, illetve még talán kora ősszel is viszonylag sok a vendég, azért a szálláshelyeknek a látogatottságán ez látszik, vagy a kerékpárosok számán. De van 4-5 hónap olyan időszak, amikor sajnos, mondhatjuk ilyen egyszerű szó, hogy a fű sem nő, és ezen mindenképpen szeretnénk változtatni. Ez kell ahhoz, hogy a 4 évszakosság meglegyen, hogy fel tudjuk venni országos turisztikai desztinációkkal a versenyt, és hát van egy ilyen elég ambiciózus célkitűzésünk, hogy szeretnénk már azért a régi hagyományokkal és nagymúltú hagyományokkal rendelkező turisztikai desztinációkkal is felvenni a versenyt. Ezt lesz számítva, hogyha csak Tiszafüredet nézem, de úgy általában sincs szerintem a Tiszató látogatottságával gond. Ez egyre javuló tendenciát mutat, és ezt a koronavírus sem tudta megtörni, sőt, mondhatjuk úgy, hogy a koronavírusnak az egyik főnyertese a Tiszató volt, és a Tiszafüredés környéke. Tehát amikor a Covid alatt a zárt helyen történő kikapcsolódást nem lehetett megoldani, ugye ez tiltva volt, akkor a természetjárás nagyon népszerűvé vált. És azon kaptuk magunkat, hogy ez a korábban, amit csak úgy természetesnek vettünk, hogy van ez a séta egy szép helyen, vagy csónakázás, egyebek, ez nagyon felkapottá vált. Egyre többen ültek kerékpárra, vagy rollerre. Tényleg ez nagyon változatos, hiszen kétkerekű járművekből nagyon sokféle van már, és ezekből sokféle van a Tiszató környékén is. Vízisportszerek használata, a SZÁP vízisportszer kölcsönzés az virágkorát éli Tiszafüreden, tehát én még ilyet nem is láttam, hiszen már lassan azt kell mondani, hogy már nem akarunk új helyet kiadni, mert már bőven elég azokból, akik vízisportszer kölcsönzéssel foglalkoznak. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon jó. A szálláshelyek száma kevés, tehát látszik az, hogy amikor már nyár elején megtelnek a szállások, akkor már a környező településekre jönnek, akár így Karcag felé is, és akkor erre keresnek szállást. Ugye a szálláshelyek számának növekedése az jó lenne, ha ilyen szempontból elindulna. Vannak szálláshelyfejlesztések, de jellemzően kicsik. Tehát itt most a nagyobb kapacitású szálláshelyekre gondolok, hogy esetleg 3 csillag és attól fölfelé nagyobb szobaszámú hotelek és szálláshelyek jöjjenek létre. A vendégészak a számban nincs okunk panaszra, 2022-ben 142.484 vendégészak a számot számolhattunk, ez 2023-ban 141.711 volt. Tehát országosan láttuk a számokat, hogy volt 2023-ban egy kicsi visszaesés, de a Tiszatónál, Tiszafüreden volt a legkisebb, nem éri el az 1%-ot ez a visszaesés. És az ideérkező vendégek száma sem mutat túl nagy változást, hiszen 57.000-en érkeztek a városunkba, de gyakorlatilag 300-zal volt ez kevesebb, tehát 23-ban 300-zal volt ez kevesebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy innen egy erősebb visszapattanással, ha most idén egy jó évet fogunk ki, akkor felül tudjuk múlni a 2022-es számokat is. Egyébként 2023-ig folyamatosan emelkedett ez a szám. És 2022-ben Tiszafüred most a történetében először be is került az 50 leglátogatottabb település közé. Ez 1600 település méréséből van az országban, ugye azokat mérte a KSH, ahol szálláshelyek vannak, ahol idegenforgalmi adót keletkeztetnek, tehát azt gondolom, ez mindenképpen egy jó eredmény, ez a célunk, hogy ezt megtartsuk. A célpontok közül többet is fel tudnék sorolni, hát a természeti környezet, a Tiszató és maga a Tisza az a favorit, az vezeti a sort, azon belül is a szabadstrandunk, az nagyon látogatott, hiszen
Ez a 80 napos nyitvatartási idő, az azért nem mondható soknak, és ez alatt, hogy azért 100-120 ezer ember látogatja évente, azért az egy nagyon szép szám. És ez tényleg ez egy 80 napos nyitvatartási idő. Ha megnézzük az Ökocentrum látogatottsági adatait, ami úgy tudom ilyen 270 és 300 ezer fő körül van, de hogy mennyi idő alatt, mennyi ideig van nyitva, és hogy mennyi idő alatt produkálja ezt a számot, ahhoz képest a tiszafüredi szabadstrand látogatottsága azt gondolom, hogy figyelemre méltó. Érdekes jelenség a termás strandunké, ami egy nagyon felújításra szoruló és egy nagyon elavult technológiával működő szabad termás strand, és ehhez képest ezt az évi 20 ezer látogató számot ő is tudja hozni. Tehát itt nekünk ez a nagy álmunk most és ez a nagy fejlesztési elképzelésünk, hogy a tiszafüredi gyógyfürdő megvalósulhasson, amire elkészültek a tervek. Ez ugye be van adva a kormánynak, mert ha ez a strand tudja ezt a számot, akkor egy igazán felújított és minőségi szolgáltatást adó gyógyfürdő, az egy térségi robbanásszerű turista növekedést és látogatószám növekedést idézne elő. Tehát azért együtt az adottság az ritkán van meg, hogy van egy gyönyörű természeti környezet, van egy szabad strand, és mellé még egy olyan termástrand és gyógyfürdő jönne létre, ami télen például itt tartaná az embereket és idehozná, és mellette még akár a jégtúrák, meg a téli természetjárás is mellé rakható, azért ez egy olyan kettős előny, ami például egy hajdúszoboszlónak mondjuk, ha csak őket hozom példának, nincs meg. Mennyire jellemző a külföldi turista a településen? Sajnos a számuk a Covid után lecsökkent. Elég sok külföldi turista volt előtte. Már a 90-es években felkapott volt Tiszafüred, illetve a Tiszató környéke, szerintem a bátszalók is, főleg a kempingturizmus, ez a lakókocsis turizmus. Nekünk is vannak nagyon szép fekvésű, nagyon jó helyen található kempingek, ahová Hollandiából, Ausztriából, Németországból nagyon sok turista jött. És még a 2000-es évek elején is, de sajnos az utóbbi időben ez a létszám lecsökkent. Láthatjuk a kempingeknek a képét, amikor egy főszezonban azért, amikor régen ez tele volt, hogy csak félig van. Tehát sokat dolgozunk azon, hogy a külföldi turistákat vissza tudjuk hozni. Debrecennel van közös marketing kampányunk, illetve volt. Azokban az országokban igyekeztünk mi is rácsatlakozni a debreceni önkormányzat kampányára, ahová a debreceni reptérnek is vannak járatai. Tehát ezekben a desztinációkban mi is akár Skandináviában, illetve Oroszország felé is részt vettünk a külföldi marketing kampányukban. És most a Covid után azért lett egy kis változás, mert elkezdtek visszajönni a turisták, de az összetételükben úgy azért érdekes, hogy például most a lengyel turisták jobban jönnek, többet találkozhattunk velük. Hát Romániából is sokan jönnek, sok a Romániából érkező turista. Ukrajna felől, Oroszország felől elmaradtak, és most már Németországból és Ausztriából is jellemzően térnek vissza. Illetve még a belgák azok, akiket láthatjuk, hogy itt vannak, és esetenként idejönnek. Szeretnénk ezt a kört bővíteni, úgyhogy ezen dolgozunk. Még visszatérve a látogatott célpontokra, a kerékpáros centrumot úgy gondolom meg kell említeni, hiszen mégiscsak Tiszafüred a síkvidéki kerékpározás központja, és a kerékpáros turizmus az nagyon intenzív, nagyon erős, főleg mióta megépült a Porosztó-Tiszafüred közötti kerékpárút. Az ország egyik legszebb kerékpárútjának is szavazták meg közönség szavazatok alapján valamelyik évben, úgyhogy itt is nagyon jó szezonnak nézzünk elébe. A kerékpáros szezon az egy 6-8 hónapot felől el. Tehát azért az időjárás függően ez még akár ki is tolódhat. Vannak nagy kerékpáros rendezvényeink, ami ezres létszámmal működik, akár most májusban a Intersport Tour de Tiszató, vagy majd júniusban az Ultra Tiszató 111, az Ultra Balatonnak a párja. Tehát ezek a nagy sport események a kerékpárosokat vonzák, ilyenkor a hétvégéken megtelnek a szálláshelyek, és a kerékpáros centrum számai is elég jók, hiszen több mint 10 000-en bérelnek kerékpárt évente, de ettől sokkal többen látogatnak oda, mert egyfajta információs pontként is működik. Tehát azért ennek a duplája az a látogatószám, aki oda bemegy. Ejtsünk néhány szót a hivatásáról is. Mióta tölti be a tisztséget, és miért választotta ezt a hivatást? Hát ha mondhatjuk így, akkor inkább a hivatásom választott engem. 2010 óta vagyok önkormányzati képviselő, és 2014 óta vagyok polgármester.
A politika iránt, a közélet iránt az érdeklődésem már az mindig is megvolt, tehát a tanulmányaim során is. Ugye a Debreceni Egyetemen végeztem történelem szakon, hatörténeti specializációval, illetve politológiát is hallgattam, és mindig is érdekelt a világpolitika, vagy akár az országos politika. És hát jellemzően én is az én generációmmal a 2006-os időszakban kerültem bele a fő sodrába az országos politikának. Azért akkor én emlékszem arra, amikor mi egyetemistaként nem néztük jó szemmel azt, amilyen irányba mennek az országban a dolgok. Ugye a Gyurcsány kormány álmokfutása akkor ért a tetőfokára. 2006-os éveseményeit nem kell részleteznem. És 2006-ban Tiszafüreden megalakítottuk a Fidelitást, aminek akkor az elnöke lettem. Akkor itt a térségünkben Varga Mihály volt az országgyűlési képviselő. Sokat beszélgettünk, én akkor még Debrecenben laktam a családommal, ott dolgoztam, de azért Tiszafüredre sokat hazajártam természetesen, és a tiszafüredi Fidelitásszal azért szerveztük a közéletet, részt vettünk az országos Fidelitás eseményeiben, és amikor volt az országgyűlési választás, akkor természetesen segítettük a Fidesznek a kampányát. 2010-es országgyűlési választáson az a megtiszteltetésért, hogy Varga Mihály miniszter úr, képviselő úr felkért kampányfőnökének Tiszafüreden. Tehát én dolgoztam akkor egy csapattal azon, hogy Tiszafüreden próbáljuk hozni a számokat, illetve próbáljon nyerni miniszter úr, képviselő úr minél nagyobb arányban. Ez meg is történt, és utána azért már az önkormányzati politizálás, vagy az önkormányzati szféra, illetve a képviselőtestület már egy ugrás volt, és 2010-ben végül is egyidimen elindultam, és akkor megnyertem az első választásomat, ez akkor 28 éves koromban történt, én akkor nagyon büszke voltam, és azért nem is kímélt annyira a politika sem, mert már kezdettől fogva komoly feladatokat róttak rám, hiszen az első képviselőtestületben én a többséget alkotó Fidesz frakciónak voltam a vezetője, bizottsági tag, pénzügyi bizottsági tag, tehát már akkor voltak feladatok, és azért az első puskalövéseken át kellett esni. De ennek az lett az eredménye, hogy 2014-re egy 6000 csapattal vághattam neki a választásnak, és akkor 2014-ben már polgármesterként is, illetve egyéni körzetben képviselőként is elindultam, és mind a kettőben sikerült nyerni, illetve a testületben újra többséget szereztünk, de akkor már a Fidesz által támogatott polgármesterként is nyertünk, úgyhogy Tiszafüred történetében végre először fideszes polgármestere lett a városnak, ami természetesen azt jelenti, hogy én elsősorban a városnak vagyok a polgármestere, a tiszafüredieknek, de az elmúlt 10 évben a Fidesz kormány nagyon sokat tett azért, és közösen sokat dolgoztunk azért, hogy a város fejlődjön, tehát ezt azért elvitatni szerintem nem kell. Milyen nagyobb beruházások valósultak meg, amióta ön polgármester, illetve lehet-e kiemelni olyat, amire a legbüszkébb? Sok munkát elvégeztünk, ugye mindig lehetne mutatni olyan utcát, vagy olyan épületet, ami még nincs felújítva. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem volt olyan pályázat, amire nem lőttünk, és nem volt olyan forrástípus, amit ne használtunk volna ki. Tehát Tiszafüred fejlődésében az elmúlt 10 évben kihasználtuk a TAO forrásokat, a lehetőséget, kihasználtuk a hazai, a költségvetési forrás, állami forrásokat, a lehetőséget, maximálisan kihasználtuk az uniós pályázatokat, amelyekre az önkormányzat tudott pályázni. Saját forrásból, önkormányzati költségvetési forrásból is próbáltunk nagyon sok kisebb, főleg így az emberek mikrokörnyezetét javító fejlesztéseket eszközölni, például járdaépítés. De azért az sem elhanyagolható, hogy azért az állami beruházások is sikeresek voltak, és sikeresen lobbiztunk azért, hogy állami beruházások is megvalósuljanak a városban. Hát ezek közül kiemelném a kerékpáros centrumot, amelyet eleinte nagyon sokat támadtak, majd mióta már nagyon jól működik, és a látogatottsági számok rekordokat döntenek, akkor már ezek az ellendrukkerek eltűntek. Akkor már az úgy természetes, hogy ez így jó, és itt van. De a 33-as út felújítása is 2015-16-ban történt, akkor épült egy kerékpárút a városban a 20-es úttal párhuzamosan, aminek a folytatása vélhetően menni fog tovább majd Debrecen, tehát Tiszafüred-Hortobágy felé. Az is egy sikeres fejlesztés volt, én úgy gondolom, hiszen láthatjuk napi szinten, hogy mennyien használják ezt a kerékpárutat. Nagyobb állami beruházások közül ki tudjuk emelni a Tiszafüred-Porosztó kerületi kerékpárutat, ami szintén sikertörténet, és ennek csak a települések voltak a nyertesei.
És most egy legújabb, nagyobb állami beruházás, ami megyei önkormányzat beruházásaként, egy kiemelt megyei beruházásként jött a városba, ez a Kérész Központ. Ez egy ökoturisztikai túraközpont, amely méreghatóbban fogja segíteni megismertetni a Tisza-tó élővilágát, mind a vízi, mind a szárazföldi élővilágát, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés. Ez is egy olyan fejlesztés, ami a 4 év szokosság felé, tehát a szezonalitás csökkentése felé egy lépés. Az önkormányzati fejlesztések közül hát sokat ki tudnék emelni, de természetesen itt az interjúunk keretei ezt nem teszik lehetővé, amire talán a leginkább büszkék vagyunk, hogy végre van egy új belváros a Tiszafürednek. Azért az mégsem járja, hogy idén 40 éves a településünk, idén ünnepeli a városváltásának 40 éves évfordulóját, és az mégsem megengedhető, hogy egy városnak nincs egy saját főtere, vagy egy olyan belvárosa, ahol rendezvényeket lehet tartani, ahová az emberek jó érzéssel kimennek, tesznek egy sétát, vagy ahová jó érzéssel egy vendéget meg lehet hívni. És azért több pályázat együttes eredményének köszönhető az, hogy lett egy új főterünk, egy új piaccsarnok, új orvosi rendelővel megváltoztattuk a közlekedési rendet, amit még szoknia kell a helyi lakosoknak, de én úgy gondolom, hogy ha most mellé tesszük egy újabb fejlesztésünket, ami a belváros fejlesztésének második üteme, akkor már látható lesz az, hogy mennyire kerek egészé fogja kinőni magát. Mondhatnám a szabadstrand fejlesztésünket, ami több pályázat eredményeképpen szintén egy európai színvonalú, vagy 21. századi turisztikai attrakció lett. Nagyon büszkék vagyunk a múzeumi fejlesztéseinkre. Azért a Kispál Múzeum Magyarország egyik legrégibb vidéki múzeuma, és Szolnok megyét, ha pedig nézzük, akkor a Damjanics és a Jászberényi Múzeum után a harmadik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkezik. Tehát itt nagyon sok régészeti lelet van, Tiszafüred és a Tisza-tó őskorától egészen napjainkig. Eddig erre egy múzeumi épületünk volt, a Lipcsei Kúria, illetve a Tájház. Mióta mi vagyunk, mi dolgozunk, azóta 2 új múzeumi telephelyen bővül, tehát már 4 helyszínen lehet majd megtekinteni nem csak Tiszafüred, hanem itt Tiszaszőlős, vagy akár Tiszaders és egyéb települések határában feltárt leleteket, úgyhogy itt a Tiszató 7000 éves történelmét felelő kiállítások vannak. Májusban fogjuk átadni a 4. telephelyünket, és most már az utolsót, mert már így is nagyon nagyra nőttünk, de tényleg mindig van mit bemutatni. És azt látjuk, hogy ezek a kulturális terek, amelyeket most létrehozunk, ezek nagyon jól erősítik a város turizmusát, hiszen hogyha az időjárás nem engedi a szabadidős programot, akkor lehet múzeumot látogatni, és most már nem csak egyet, hanem többet is. És erre szeretnénk egy kerékpáros kulturális turizmust felfűzni, mert most a múzeum szépen kidolgozta a koncepciót a kerékpáros centrummal, hogy aki mondjuk a kerékpáros centrummal bérel kerékpárt és a múzeumi telephelyeket végigjárja, akkor kedvezményben részesül, úgyhogy ezekkel az együttműködésekkel még tudják is egymást erősíteni. Nagyon sok kutató megújítottunk egyébként, ami még talán büszkeségre ad okot, hogy amikor én polgármester lettem, és már képviselőként is sokat szembesültünk azzal, hogy több helyen beszakadt az úttest a főutcán, illetve a fő közlekedési útvonalon, és ahol a város fő szennyvízgerinc vezetéke bejött, ott ezt a teljes gerinchálózatot sikerült kicserélni, tehát a városnak a fő szennyvízgerinc vezetéke az ki lett cserélve, és most már ebből kiindulva most már próbáljuk a többit is, szépen így haladunk utcáról utcára, ahol nagyon régi a szennyvízvezeték is veszélyezteti az útállapotát, ezeket kicserélni. Fölötte az úttestek helyre lettek állítva, ez is egy 400 milliós kiemelt vagy állami támogatás volt, amiről külön kormányhatározatban döntöttek, ez is Varga Mihály és F. Kovács Sándor képviselő úr és miniszter úr közbenjárására lett, tehát azért itt a kormányzati segítségre nagyban szükség volt, hogy ezeket a nagyon nagy elmaradásokat meg tudjuk oldani. Milyen a kapcsolata a térség országgyűlési képviselőivel? Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk a települések polgármestereivel, ami azért nem volt mindig így. Amikor én polgármester lettem, akkor is leültem olyan asztalhoz a polgármester kollégákkal, ahol olyan taggyűlésen voltam jelen, ahol több önkormányzat volt tulajdonosa például a strandot üzemeltető cégünknek, akkor hirtelen egy erős vita közepén találtam magam, és rá kellett jönnöm, hogy itt más együttműködésre van szükség a településekkel, de más együttműködésre van szükség az országgyűlési képviselővel is. Azért Tiszafüred abban szerintem nagyon
és az akkori vezetés pontosabban nem tett helyesen, amikor nem használta ki azt, hogy egy Varga Mihály volt az országgyűlési képviselő, aki többször felajánlotta az együttműködését az akkori polgármesternek és a városvezetésnek, de nem kértek belőle. Azt láttuk, hogy majd idejön az országgyűlési képviselő, és majd ő segít rajtunk, de ez nem így működik, tehát ezután menni kell. És kidobnak az ajtón, akkor bemegyek az ablakon. Na, mi így tettünk, és mi lehetőséget láttunk abban, hogy az országgyűlési képviselő felajánlja a segítségét, lehet vele együtt dolgozni, és azért én már most a harmadik országgyűlési képviselővel dolgozom együtt, ugye Varga Mihály után dr. Fazekas Sándor miniszter úr volt az országgyűlési képviselőnk, most pedig F. Kovács Sándor, és mindegyik országgyűlési képviselő nagyon segítőkészen állt ahhoz a munkához, amit mi elkezdtünk. Mi bemutattuk a városfejlesztési elképzelésünket, a választási programunkat, és minden alkalommal teljes messzélességgel álltok oda. És Tiszafüred szempontjából én nagyon hálás vagyok azért, hogy több település tartozik egy országgyűlési képviselőhöz, de most ennek ellenére mégis úgy éreztem mindig, hogy Tiszafüred kiemelten támogatva van, és az, hogy amilyen elmaradásban voltunk 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest milyen sokat tudtunk előrelépni, ahhoz nagyban segített az, hogy jó a munkakapcsolat az országgyűlési képviselővel, sokat segít abban, hogy mikor, melyik irányba kell menni, kivel kell ugye tárgyalni, de ugyanúgy a minisztériumokkal is mindig erre törekedtünk, hiszen most Szijjártó miniszter úr volt nálunk, aki már harmadik alkalommal járt itt, tehát azért látható, hogy ez mindig bejön, hogy akár a megyével, akár a kormánnyal, és akár egyéb állami szervekkel is, ha egy jó munkakapcsolat alakul ki, akkor az egy településnek csak a javára van, és akkor a munka könnyebben tud haladni, és gyorsabban, ami nekem mindig egy fontos szempont, mert azért az önkormányzatiság nem arról szól, hogy gyorsan tudunk haladni, tehát itt még azért mindig lenne hova fejlődni, de mi a lehetőségeinkhez képest mindig próbálunk gyorsan dönteni, és ezért is fontos például a testületi többség is, hogy egy döntés és gyorsan megszülessen, mert a polgármesteri hivatalt sikerült arra szintre felhozni, hogy nagyon gyorsan a döntés előkészítés, és maga a döntés, amikor meg kell, hogy szülessen egy képviselőtestületi ülésen, ahhoz pedig megvannak azok az emberek, akik egyet gondolnak a város fejlődéséről, a város jövőjéről, és nem csak hátráltatják, vagy esetleg nem szavaznak meg semmit, mint ahogy eddig az ellenzéki képviselők nálunk tették. Még jó, hogy kisebbségben vannak, mert ha rajtuk múlt volna, akkor sose lenne a városunknak költségvetése. Hát én még ilyet nem láttam, hogy van egy költségvetés, van egy hivatal, ahol a szakemberek munkáját végül is elismeri az ellenzék, mert mikor megkérdeztem, nem tudtak felhozni semmit, értelmes magyarázatot, hogy a költségvetés miért nem támogatják, de amikor bekerül testület elé, akkor nem szavazzák meg. Majd amikor van egy következő ülésünk, megkérdezik, hogy az ő körzetébe mikor lesz kátyúzás, és elmondtam azt, hogy mondjuk a forrás pedig leszavazta, nem támogatta a nagy költségvetésben, ahol erre ugye felhatalmazást kapunk, hogy majd elkezdjünk dolgozni. Szóval kell, hogy olyan emberek irányítsák a települést, akik észnél vannak, nem össze-vissza szavaznak, meg össze-vissza beszélnek, hanem egyet gondolnak és egyet is tesznek a város fejlődése érdekében. Mi jellemzi a város idei költségvetését? Illetve milyen nagyobb programok lesznek megtartva? Nagyon sok rendezvényünk lesz, tavaly is nagyon sok rendezvényünk volt. Közel 100 programja volt az önkormányzatnak és az alátartozó intézményeknek is. Az idejében sem tervezünk kevesebbet, már csak azért sem, mert a várossá válásunk 40 éves évfordulóját ünnepeljük. 1984. január 1-én lett Tiszafüred várossá nyilvánítva, és már januártól kezdve erre programokat szervezünk. A szilveszteri utcabálunk is ennek egyében, tehát ha mondhatjuk. Januárban a Magyar Kultúra Napján volt egy nagyon szép ünnepség ezzel kapcsolatban, majd most itt márciusban is, különös tekintettel arra, hogy márciusban Tiszafüreden nagyon fontos események történtek, az országnak egy nagyon fontos állomása volt az 1848-as és 49-es forradalom idején, a szabadságharc idején Tiszafüred, plusz ha mellé rakjuk a 40 éves évfordulót, ezért is szerveztünk a múlt héten egy nagyon nagy szabású ünnepségsorozatot, ahol ugye F. Kovács Sándor képviselő úr, Huba Imre vármegyei elnök úr és hát Szijjártó Péter külügyminiszter úr is ott voltak, illetve nagyon sok tiszafüredi, még szerintem környékbeli is részt vett, és mindenki elismeréssel szólt az ünnepség színvonaláról. Tehát igyekszünk mindent megtenni ebben az évben, hogy a 40 éves Tiszafüredről minél több dolgot el tudjunk mondani, mert büszkék vagyunk arra, büszkék vagyunk a városnak a nagyon gazdag múltjára.
Az intézményeinken én már tavaly novemberben összeültem a kulturális és sport intézményekkel is, és minden intézmény megkapta feladatául, hogy saját programmal kell készülnie. Ezeket ki is dolgozták, amit aztán december-januárban a képviselőtestület jóváhagyott, még a költségvetés elfogadása előtt, és erről készült egy olyan programfüzet, ami a Tiszafüred 40 éves születésnapja jegyében, vagy városjávállásának jegyében készült. Itt minden intézmény önálló oldalom saját programjait is bemutatja, és ugye ezen felül vannak a városi programok. Most a kisebb programok mellett a nagy rendezvényeinket is ugyanúgy meg fogjuk tartani. Ugye említettem a két nagy kerékpáros rendezvényt, a Intersport Tour de Tiszató és az Ultra Tiszató 111 rendezvényeit, de ugyanúgy lesz a Magyar Tavak Fesztiválja, Debrecen Ildikó által szervezett opera fesztivál, amely tavaly volt 10 éves, és már akkor is nagyon nagy szabású volt. Ez a július végén kerül megrendezésre, de előtte július második hétvégén az újításokon átesett Tiszafüredi Halasnapok és a Tiszató Fest Tiszafüredi Halasnapok, ezen a néven fut most a rendezvény, ez is megrendezésre fog kerülni, ez egy háromnapos zenei fesztivál lesz. Júniusban nálunk lesz az országos polgárőr találkozó, június 22-én, tehát erre is készülünk, hiszen az ország minden részéről fognak hozzánk érkezni. Augusztusban minden évben megrendezésre kerül nálunk a DJ Tour Fest, ez is egy fiataloknak szóló zenei fesztivál. Ez is egy háromnapos nagy rendezvény, erre szintén készülünk, ez is megrendezésre fog kerülni. Emellett gyakorlatilag minden hónap első szombatjában van, első szombati napján van régiségvásár. Ide is készülünk újításokkal, ide most szeretnénk felépíteni mellé egy kézműves vásárt, egy termelői piacot is. Tehát a régiségvásárral együtt akár, az azt jelenti, hogy akár 100 árust is megtalálnak egy helyben, és ezeknek a városoknak van létjogosultsága, ezekben van turisztikai potenciál. Ugye ma júniusban nyit a szabadstrandunk, itt is készülünk újításokkal, itt be van adva egy új pályázatunk, ahol majd szeretnénk a halasteret is, illetve magát a rendezvényteret, illetve még a szabadstrandot is fejleszteni. Úgyhogy nagyon sok programmal készülünk, egészen az év végével bezárólag, ősszel a hagyományos őszköszöntő rendezvényeinket fogjuk megrendezni. Novemberben egy nagyon jó, már hagyományosnak számító disznótoros rendezvényünk van, ami elindítja a disznótort a Tiszatónál. A disznótoros szezont ugye Szent András napjához kapcsolódóan, és a disznótoros szezon mindig a Bárcelókon záró márciusban a Bőlér Fesztivállal, ahol ugye most is voltunk, Tiszafüred is kiment egy főzőcsapattal. De ha csak nem kell messze mennem, már itt a húsvéthoz közeledve szintén van rendezvénye a városnak, egy családi rendezvény, majd a majálisra készülünk, ami május 4-én kerül megrendezésre, már a Tiszaparton, ez egy nagyon jól bevett helyen, szép környezetben kerül megrendezésre, lesz majd gyereknap május végén, úgyhogy tele vagyunk rendezvényekkel, várunk mindenkit szeretettel Tiszafüredre, akár innen Karcagról is, a környékről is, az ország minden részéről. Hogyan látja a lakosság, mennyire elégedett Tiszafüreden? Ezért nagyon meg kell dolgozni, ezért az elégedettségért. Tehát, hogy mennyire elégedett, ezt talán majd júniusban meglátjuk, amikor az önkormányzati választáson újra véleményt nyilvánítanak rólunk az emberek, illetve a munkánkról. Én azt tudom elmondani, hogy én mióta polgármester vagyok, aki ismer, azt tudja, hogy nekem minden napom azzal telik el, hogy hogyan tudnánk Tiszafüredet még jobbá tenni, hogyan tudnánk a tiszafüredieknek minél jobb és újabb dolgokat letenni az asztalra. Ha akár elmegyünk családdal egy kikapcsolódásra, vagy akár nyaralni, vagy kirándulni, ott is azt nézem, hogy például mi szeretünk a Balatonhoz járni, és a Balatonnál már milyen olyan dolgok vannak, amit hozzánk jó gyakorlatként át lehet ültetni a mi életünkbe. De a képviselőtestület is nagyon elközelezett abban, és egy nagyon lakosságorientált, egy nagyon fejlesztésorientált városvezetésünk van, a költségvetést is mindig ennek szellemében fogadjuk el. Ebből következik az, hogy mindig ki is van feszítve a költségvetés. Az idei költségvetésünk összege az 5 milliárd forint körül van a nagy összegű fejlesztések, fejlesztési források miatt, de alapvetően általában olyan 3 milliárd forint körül van a városnak a költségvetése, és ebben mindig jelentős forrásokat különítünk el az újszülötteknek a támogatására, tehát a babacsomagra, az időseknek a támogatására, vagy a fiataloknak az ösztöndíjára. Tehát mi szeretnénk helyben elismerni a gyermekvállalást, az időseknek méltósága legyen, a családoknak pedig biztonsága, ezt minden alkalommal elmondjuk. Ennek a szellemében végezzük a munkánkat. Tehát az biztos, láthatják rajtunk, hogy próbálkozunk, nagy akarattal és nagy lelkesedéssel végezzük a munkánkat.
Nyilván mindenhol lehetne még újabb fejlesztéseket eszközölni, tehát még nagyon sok a felújításra váró út. Szerintem, ahogy ez nálunk, ez más településeken is örökösen visszatérő probléma, de itt is a maximumot próbáltuk nyújtani. Tehát nem volt olyan év, amikor nem történt útfelújítás. És teljes útfelújításra gondolok, mert az nálunk alap, hogyha jön a tavasz, akkor kátyúzunk. Ha tél van, akkor is kátyúzunk, tehát arra nem lehet panasz. Télen-nyáron végezzük ezt a munkát, tehát hogy a lakosság életminősége, életkörülményei jobbak legyenek, ezért mindent igyekszünk megtenni. Én bízom benne, és talán a biztató szavak, vagy a beszélgetések, amelyeket az emberekkel folytatunk, azok alapján azt látom, hogy a lakosság nagy része elégedett, szeret Tiszafüreden élni. Sokan is szeretnek ide költözni, azért sok az újonnan érkező és az újonnan beköltöző, de azon dolgozunk, hogy minél több elégedett ember legyen. Legyen ez a zárszó. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét. Viszontlátásra!